Mielőtt elkezdenénk az előadást, elmondok egy kis anekdotát, aminek itt van egyfajta ábrázolása. Bizonyára jártak már Fertődön, a régi Eszterházán, ahol is 1773-ban Mária Terézia meglátogatta az éppen regnáló herceget, akit Eszterházi Fényes Miklósnak neveztek, és lényegében ő építette ki azt a csodálatos kastély együttest, amelynek jó része ma is látható. Nos, amikor Mária Teréziával sétáltak a kertben, akkor ugye az a hatalmas, közel 400 hektáros park tele volt különböző építményekkel, ahogy ez a barokk kertekben annak idején szokás volt, és odaértek egy kínai pavilonhoz, amely hát ugye pazar volt, csupa arany, csupa fény, csupa csillogás. Ez is egyébként a korabeli főúri barokk kerteknek egy ékessége volt, tehát Európában számos helyütt meg is maradtak ezek a fajta kínai pavilonok. Nos, amikor Mária Terézia meglátta ezt a pavilont, akkor megkérdezte herceget, nos, hercegem, mennyibe került ez a pavilon? És azt mondta a herceg, hogy 80 ezer forintba. Na most tudni kell, hogy abban a korban 80 ezer forint az egy rettenetes pénz volt, mondjuk egy kis falusi templomot 4-5 ezer forintból föl lehetett építeni, mondjuk egy kastélyt, egy teljes kastélyt, egy olyan nagyságrendű kastélyt, mint mondjuk Gödöllő vagy Keszthely például, vagy Edelényt is mondhatnám. 80 ezer ugye nem lett volna elég, de annak a duplája igen, hogy fölépítsék. Tehát nem volt kis pénz. Nos, amikor mondja a herceg, hogy 80 ezer forintba került, akkor a Mária Teréz legyintett, hogy az egy bagatell egy eszterházi hercegnek. És innen kapta a kínai pavilon egyébként a nevét, mert az anekdota szerint, miután a királynő ezt ugye kimondta, fölnézve a kis pavilonra már ki is volt írva, hogy bagatell. És innen kapta nevét ez a pavilon. Ezt azért meséltem el önöknek, mert az eszterháziakról, az eszterháziak hercegi ágáról általában egy olyan kép él a köztudatban, hogy egy rendkívül vagyonos, gazdag, szinte már az egekbe menően kasztot képező főúri családról van szó, amely Magyarországon kívül természetesen a világban mindenütt ismert. Nos, egyébként a kép az nem rossz, tehát ennek a képnek van bizony valóság alapja. A 16. század végétől tulajdonképpen az arisztokrata család, miután kiemelkedik a többi főúr csoportjai közül, valóban a magyar arisztokráciának az első számú szereplőjévé növi ki magát a századok során, és ez az arisztokrata família, amely lényegében bekerül a gótai könyvekbe is, tehát Európa szerte számon tartják az elmúlt évszázadokban, sőt még ma is egyébként ennek a famíliának a történetét és a tagjait. Tehát egy olyan famíliáról van szó, és akkor elkezdjük a tulajdonképpeni bemutatásukat, amely közel 5 évszázadon keresztül meghatározó alakja volt a magyar történelemnek. Tehát nem csak egy arisztokrata család, amelynek ilyen-olyan tagjai betöltenek különböző tisztségeket az államapparátusban, vagy katonaként emelkednek ki a többiek közül, vagy ne adj Isten a vagyonuk révén, hanem a magyar történelem meghatározó alakjaivá, sőt formálóivá válnak. És hogyha megnézzük a családnak az előnevét, a Galántai, ugye ez a szlovákiai Galántára utal, és ott ma két kastély is van, amely az eszterháziak idejét idézi föl. Ugye onnan indul a família a 16.
6. században. Ha megnézik ma a Galántai kastélyt, érdemes elmenni az egyiket, akkor még a levert vakolat alatt az egyik kastélyban még a téglárnál is ki van hangsúlyozva, ki van festve egy eszterházi monogram, fölötte egy csillaggal, ami kvázi egy hercegi koronának a szimbóluma. Tehát nagyon mélyen voltak fizikálisan is tulajdonképpen a világban. Hogy alakult a 20. században ennek a familiának a sorsa egészen napjainkig, hiszen a 20. század az nem csak nagy világégésekről és hatalmas világbéli változásokról szól, hanem Magyarország tekintetében is egy meghatározó időszak, hihetetlen fordulatokat vesz a magyar történelem is, és ebben a korszakban, ebben a században ugye a magyar arisztokráciának is egy hatalmas, hogy mondjam, válsághelyzettel kell folyamatosan szinte szembenéznie, és ez alól természetesen az eszterháziak sem kivételek. De egy picit nézzük meg, hogy a régi eszterháziak közül kik azok a legismertebb figurák, akik a magyar történelmet is formálták. Hát ugye az egész familiának az alapítója, bár a középkorig, sőt, ugye a családfájukban egészen Attila hun királyig vezetik vissza magukat, azért a családnak a kiemelkedést, a megalapozott, hogy is mondjam, csak megalapozott karrierjét különböző irányokban Eszterházy Miklós teremtette meg a 16. század végén, 17. század elején, hiszen ő volt Magyarország nádora abban a korszakban, amikor Magyarország három részre szakad, és ugye van a felvidéki karéj, a Dunántúl egy részével, ami királyi Magyarországként regnál tovább, és Habsburg házból való uralkodót tisztel, és hát természetesen van ugye az erdélyi fejedelemség és a megszállt a hódoltsági terület. Nos, Eszterházy Miklós az, aki a királyi Magyarország nádoraként a családnak, hát ugye rendkívül tehetséges politikus, európai kitekintésű és elismertségű politikus, megalapozza a jövőjét, hát részben a politikai karrierjével, részben a vagyonnal, most hagyd ne soroljam, hogy mi minden kerül ekkor az eszterháziak birtokába. Miklós és a következő Eszterházy Pál között természetesen több herceg van még, pontosabban csak gróf van még, hiszen a hercegi címet azt Eszterházy Pál szerzi meg, ugye 1687-ben, és éppen azért kapja ezt a hercegi címet a királytól, mert ugye az aranybullának azt a záradékát, amely egy nemesi felkelésre is lehetőséget teremt abban az esetben, ha az uralkodó ugye a nemesség megítélése szerint nem szolgálja a haza érdekeit, hogy ezt a záradékát kiemelik a magyar törvényhozásból, az aranybullából, és tulajdonképpen ettől kapja, vagy ennek érdemeként kapja meg a hercegi címet. Kiváló politikus, ő is elér a nádori címig, kiváló katona, egyébként meg 25 gyermek apja, és az ő ideje az, amikor az eszterháziak már a művészet, a kultúra felé is fordulnak, és hát ez a fajta kultúra felé fordulás teljesedik ki Eszterházy Fényes Miklós, ugye a Fertődi kastély kiépítője időszakában. Ugye Miklós is kiváló katona, hogy nem mondjam el az érdemeit, viszont egyre kevésbé politizál, sőt az ő idejétől kezdve az eszterházi hercegek egyre kevésbé politizálnak, és egyre inkább a kultúra felé fordulnak, ekkor jönnek létre ezek a gyönyörű nagy műgyűjtemények, amelyek mondjuk később megalapozzák még a Szépművészeti Múzeumnak is a törzsanyagát. Ekkor kerül József Haydn például a hercegi udvarba, tehát el lehet mondani, hogy az eszterháziak mind a politikában, mind a katonai karrierben, mind pedig a kultúrában maradandót alkotnak, és hogy ez mennyire összefonódik a magyar történelemmel, és az örökség szempontjából is mennyire jelentős,
Annyit csak hadd mondjak el, hogy nemrég, néhány évvel ezelőtt a Fraknói várban találták meg a legkorábbi Magyarország zászlót 1618-ból. Ez a legkorábbi ugye, koronázási alkalmakkor használt zászlónk, amely akkor mindig a nádornak a tulajdonába került a koronázás után, és így megmaradt az Eszterházyak gyűjteményében. Magyarul lehet ezt a korszakot, ennek az egész koronázási kultúráját ilyenfajta örökségi elemeken keresztül is tanulmányozni. Ugye az Eszterházi Birodalom, amely a legnagyobb volt kiteljesedése, tehát a 18. századra idején, három fontos székhelyet lehet megemlíteni, mindhárom egyébként látogatható, és kapacitálom önöket, hogyha tudnak, akkor jussanak el mindhárom helyre. Ugye a családi székhely az Kismarton. Eisenstadt, Soprontól 20 kilométerre érdemes elmenni, amely egyébként 1622-ben kerül Eszterházy birtokba, hiszen amikor ugye Bethlen Gábor és a Habsburg uralkodók között kiújulnak az ellentétek, aztán ugye békekötésre kerül sor, akkor eredetileg Eszterházy birtokban lévő Munkácsi várat cserélik el tulajdonképpen, és Munkács kerül az erdélyi fejedelmek birtokába, és a magyar király viszont az eszterháziakat úgy kárpótolja, hogy Kismartont és Fraknó várát is, annak örökös grófságát átadja eszterháziaknak. Onnan datálódik lényegében ez a fajta kötődés a dunántúli, hát ugye ma már Ausztriához tartozó részekhez. Tehát a székhelyük, a családi székhelyük az Kismarton, ez a politikai központjuk, ha lehet ezt mondani. Ugye Fraknó vára az, ahol őrzik a kincstárat, a levéltárat, és az a hadászat központa, ott gyártják az Eszterházy ezredeknek a tölténytől kezdve a puskán át, az ágyukig mindenét. Ugye ott tárolják azokat az ellátási, vagy ma úgy mondanánk, hogy logisztikai elemeket, amelyek a hadviseléshez kellenek, hiszen az Eszterházyak hercegi ága az folyamatosan állít ki ezredeket. Tehát egy ezredet fönntartani, hát az egy szörnyű nagy megterhelés, ugye bárki számára. Tehát a hadászatnak, vagy a katonai életnek ez a központja, és a 18. században épül meg ugye Fertőd, tehát a korábbi Eszterháza, amely már nem szól családi székhelyről, legalábbis egy ideig, nem szól katonaságról, nem szól semmiről, művészetről szól, műgyűjteményekről, Haydnről, zenéről, operáról, gyönyörű építészeti világról. Jelen pillanatban 13 herceget tartunk számon, ugye Eszterházy Páltól, aki a hercegi címet szerezte, egészen napjainkig. Nos, átugorva a 19. századot, ami egyfajta lecsendesedését jelenti ennek a familiának, hiszen ahogy telik az idő, ahogy említettem, ezek az Eszterházyak már nem politizálnak igazából, tehát nem töltenek be olyan tisztségeket, mint korábban a nádori tiszt, vagy országbíró, vagy akár az államapparátusban olyasmit, hogy főudvarmester, vagy bármi ilyesmi. A legutolsó, akinek volt ilyen tisztsége, az Eszterházy Fényes Miklós volt, mint a magyar nemes testőrség kapitánya. Tehát az se volt igazából egy komoly politikai funkció. Az ő idején nevelkedtek ki, ugye Bessenyei György, hát a magyar felvilágosodásnak a koponyái. Ugye már ez sincs, sőt, Eszterházy Miklós, ő a negyedik Miklós egyébként, ő már katona se volt. Tehát még nem az, hogy valamilyen tiszti rangot legalább formálisan elér, de még katona sem volt. Ugye politikai tisztsége végképp nem volt, egyszerűen volt egy magyar arisztokrata, egy magyar herceg, akinek természetesen a helye volt a magyar felsőházban, de semmiféle olyan jelet
nem lehet a forrásokból kiolvasni, miszerint ő ezt valamilyen módon komolyan vette volna és politizált volna legalább az országgyűlésben. Sőt, az ő idejében, tehát a 19. század végén már meg is rendül ugye az a feudális gazdaság, amely az Esterházyak mögött állt, vagy mögött áll, hiszen ez a korszak ugye nem csak róluk mondható el, általában megrendíti a magyar feudális birtokrendszert, most az ő idejében is így van, sőt ő az, aki arra kényszerül, hogy a műgyűjtemény egy részét értékesítse, hát így szóródik szét bizonyos értelemben az Esterházy kincstárnak, az Esterházy műgyűjteményeknek egy jó része. Esterházy Miklós tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy csöndesen élő, jellegtelen magyar arisztokrata, akinek már nincs hatása a történelem alakulására, és ambíciói sincsenek, hogy ilyen hatásokat elérjen. Ugye ő az, aki feleségül veszi a gróf Cirákiak egyik szépségét, Ciráki Margitot, és ők azok, akik Kismartont megint picit hátra hagyva Fertődön, az akkori Fertődi vagy Eszterházai kastélyba teszik át ismét a székhelyüket, amely egyébként korábban Esterházy Fényes Miklós idejét őtől számítva közel 100 éven át lakatlan volt, és azt is mondhatjuk, hogy Csipke Rózsika álmát aludta. Nos, ővelük lépünk be a 20. századba. Esterházy Miklósról talán még annyit érdemes elmondani, hogy egy rendkívül családcentrikus emberként ismerjük meg a meglévő forrásokról, aki természetesen tanítatja a gyermekeit ugyanolyan színvonalon, mint a korábbi Esterházyak, vagy a korban még természetesen jellemző arisztokrata nevelésnek megfelelően. Ugye Ciráki Margit meg egy rendkívül jó lelkű asszonyként maradt meg az emlékezetben, kórházakat alapított, a Margit kórház részben, de az ő nevét viseli tovább. És hagyd ne mondjam, mennyi mindent jótékonykodott, elég korán hunyt el gyermekszülés követően. Úgyhogy ők azok, akik tulajdonképpen csendesen élnek a mai Fertődön, és hát velük átlépve a 20. századba kezdődik az a fajta történet, amely egészen napjainkig tart, és természetesen nem fejeződik be. Ugye ez a Fertődi kastélynak akkori 1800-as évek végén készült archív felvételek alapján ugye a berendezése. Volt olyan pompázatos ebben az időszakban a kastély, mint 100 évvel azelőtt, ma már kevésbé természetesen, mert megviselte a 20. század ezt az épületet is. És hát ami még fontos, hogy ők ketten nem a családi kriptába temetkeztek, az Esterházyak hercegi ágának a temetkező helye szintén Kismartonban van, nem látogatható ma, de ott van egy Esterházy kripta, és hát ugye a grófi ág az Gannán temetkezik, tehát legutóbb Esterházy Péter talán emlékeznek 3 évvel ezelőtt, ez lent van Dél-Dunántúlon. Ők viszont Fertődön temetkeznek, ma is megvan a sírkert, látható a sírjelük, sőt később lesz szó róla, mások is temetkeztek ebbe a kis temetőbe. Ők tehát mintegy elfordulnak a családtól, vagy a korábbi Esterházyaktól, ami egyébként abban is tetten érhető, hogy Esterházy Miklós feleséget választ, hiszen az Esterházyak a 18. századtól mindig külföldi arisztokrata házakból választottak feleséget maguknak. Ő az, aki újra először magyar arisztokrata familiából választ feleséget, és egy picit hátat fordít ennek a korábbi Esterházy tradíciónak. Na nézzük, hogy akkor ugye, hogy átjövve a 20. században, hogy alakult az életük. Az Esterházyaknál is ugyanaz öröklési rend, mint bármely arisztokrata familiánál, tehát az első szülött fiú az, aki tulajdonképpen örökli a teljes majorátust, ő az, aki
felelős az esztelezek vagyonért, ugye az első számú, úgy nevezik családon belül egyébként, hogy főnök. Tehát érdekes módon egy ilyen 20. századi kifejezéssel. Tehát ő az, aki tovább viszi a hercegi stafétát. Ennek, vagy emellett természetesen az összes eszterházi, legyen az leány vagy fiú, a hercegi cím viselésére jogosult. De a vagyon fölött egyedül mindig az elsőszülött fiú az, aki a döntet. Nos, ahogy itt talán látták, ugye 1920-ban halt meg az apa, ugye korábban, 10 évvel korábban az anya, tehát 1920-ban járunk, és három fiúk van, van egy-két lány is, de azok most nem érdekesek. Három fiú van közöttük, akik valami módon tovább viszik ezt a hercegi familiát. Ugye ott áll középütt Pál. Ő a meghatározó, ő az első számú, az első szülött fiú, aki az apja halálakor 1920-ban 19 esztendős mindössze. És ugye neki vannak testvérei, László és Antal. Nos, ők azok, akik a 20. században, akiknek a történetét a 20. században követni fogjuk, de hát mindenek előtt természetesen Pálét, aki nem is olyan régen, ugye 1989-ben halt meg, tehát szinte ez jelen időnek számít a maiak számára is. De ugye mielőtt őrá térnénk, tudjuk le a többieket. Mert ugye ők a másod és harmad szülött fiúk, akiknek igazából komoly kártyalapot nem osztanak a történelem során. Megvannak természetesen minden. Ugye az első szülött fiúnak arról is a család törvényei szerint gondoskodnia kell, hogy az összes többi családtag megfelelő színvonalon és megfelelő ellátásban a hercegi ranghoz méltóan tudjon élni. Magyarul, ugye, akik nem jutnak ugye, a hercegi székbe, azok számára is egy megfelelő arisztokrata életvitelt kell biztosítani. Így van ez Lászlóval is, a másodszülött fiúval, aki, mint látják, nagyon sokáig él, ugye 2000-ben, tehát nem is olyan régen hunyt el, egy rendkívül, hogy is mondjam, csak szimpatikus figuraként írják le a források, nagy lelke volt, nagy lelke Lászlónak, soha nem kérdőjelezte meg a bátyja ugye elsőségét, és hát ugye fizikálisan is egy meglehetősen magas pasas volt, eszterháziak általában magasok, tehát az eszterházi Pál, akiről majd itt sokszor lesz, majdnem 2 méteres figura volt. Tehát egy meglehetősen daliás, kinézetű, magas termetű férfiakról esik szó. Szóval László az nem volt semmiféle különösebb szerepben vagy politikai titulusban élete során, éldegélt, mint egy megfelelő, hogy mondjam, ugye a magyar parlamentben őnek is ott kellett ülni, de nem igazán politizált. Éldegélt, mint egy másodszülött fiú. Ugye Pottendorfban, ez a határtól nem messze van, hogyha megyünk Bécs felé, ma meglehetősen romos kastélyban, egy vízivár volt eredetileg, ott éldegélt, és annak a birtoknak a jövedelmeiből tartott el a családját. Hát ugye az a fajta pompa, amely szinte kötelező volt a monarchikus időkben, aztán még a Horthy korszakban is, az természetesen őrá is jellemző volt, és hát az erdődiek familiájából vált, hogy is mondjam, választott feleséget. Nézzük meg, Marietta is milyen sokáig élt, 100. évében hunyt el, még meg is ünnepelték 2006-ban a 100. vagy 2005-ben a 100. évét. Még Lászlóról annyit nagyon fontos elmondanunk, hogy az eszterháziak
amit kell egy kis kitérőt tenni. Az Eszterházyak hercegi ágának a tagjai, azok mindig királyhű főurak voltak. Itt teljesen mindegy, hogy a király, mint olyan, az most milyen házból van. Magyar házból-e, valami külföldi házból-e. Magyar király, megkoronázott király. Tehát a hercegi ág az mindig lojális, és a magyar királysághoz tartozó főúri família, amely természetesen a katonai vagy politikai képességeit is ennek érdekében fejti ki. A grófi ágak, azokból több is van egyébként, majd itt-ott lesz róluk szó, viszont nem mindig királyhűek, onnan kerülnek ki a rebellisek mindig. Ezt figyeljék majd meg. Tehát például Rákóczi Kuruc hadaiban 8 Eszterházy szolgált, de mind a grófiákból, tehát egy sem a hercegi vonalról. Tehát ők közöttük vannak rebellisek, de a hercegi vonalon soha nem volt ez. Most ezt lehet így is értékelni, úgy is, nem hiszem, hogy most ez lenne a fontos. De az nagyon fontos, hogy mindig hazafiak voltak. Most a szónak nem az elcsépelt értelmében, meg a magyarkodó értelmében, hanem a tiszta értelmében. 1956-ban, amikor ugye a magyar forradalom leverésekor özönlöttek ki a magyarok Ausztriába, László ott állt, fogalom volt, ott állt a Stephansdom mellett, és várta a magyarokat. És el is terjedt egy idő után, hogy László herceg ott áll, várja, összegyűltek, és elvitte haza, és megvendégelte őket, és próbált gondoskodni róluk. De ezért meg is kapott egy nagyon szép kitüntetést, csak már nem emlékszem, hogy pontosan mit. Tehát ilyen szempontból is egy rendkívül gáláns és hazafias, tudatos főúrnak számított. Jól lehet, ugye nem ő volt az első számú herceg, és az 56-os magyar körében el is terjedt, hogy ha mentek, akkor igen, a Stephansdomnál és az Eszterházy fog rólatok gondoskodni. Tehát a maga módján azért megtette azt, amit lehetett. Itt van a másik, ugye a harmadszülött fiú, a háromból, Antal. Ugye neki a család birtokai közül az ozorai birtok jutott, ott kapott közel 7000 hektáros területet, és mindent, ami ugye egy ilyen uradon felszerelés tartozik, hercegi módon meg tudott élni belőle, sőt annyira, hogy hát ugye ő volt a magyar autósport egyik megteremtője, és hát ez volt a mániája, az autósport. Itt ez korabeli felvétel a 20-as évekből, amikor autóversenyzőként nyerte sorba a díjakat külföldön is, ilyen magyar színekre festett versenyautóval, egy Bugattival természetesen, ez a kornak egy kiemelkedő márkája volt, és hát ő ugye Aponyi házból választott feleséget magának, Aponyi Gabriellát, aki szintén nem is olyan régen, ugye, hát legalábbis az idősebbek számára szinte jelen időben, a 80-as évek közepén hunyt el. Ugye látjuk, hogy Antal 1944-ben hagyta el az árnyékvilágot. Később erről még lesz szó, azt kell tudni, hogy ők sem voltak katonák, tehát hivatásos katonaként nem szolgáltak, viszont amikor kitört a háború, akkor Antal úgy érezte, hogy az Eszterházyaknak is meg kell tenni a maguk kötelességét, ugye az első szülöttet általában nem vitték el katonának, tehát annak volt egy privilégiuma, ugye ő a majorátus feje, ő a hátországban teszi a dolgát, és ő beállt önkéntesként katonának, és 1944 végén, sőt szilveszter 45, ugye új éve, tehát szilveszter napján, amennyire rekonstruálni lehet, itt Budapest határában esett el, mint magyar katona.
Lesz még róla szó, de még erre a kis gyerekre itt hadd hívjam fel a figyelmet, mert ez a ma élő regnáló, legalábbis vér szerinti herceg, róla még sok szó fog esni. Tehát az ő fia az, aki jelen pillanatban a hercegi címnek, legalábbis a család is ugye öröklési rendje szerint a jogos örököse. És hát ugye itt van Pál, tehát az első szülött fiú, akinek végig kísérjük 20. században tett útját. Édesanyjával, Ciráki Margittal örökítette meg a festmény, ugye hol Kismartonban él, hol Fertődön, tehát bajban vagyok, hogy Eszterházát mondjak-e, vagy Fertődöt, mert lényegében az 50-es évekig Eszterházának nevezték a mai Fertődöt, ugye vagy a pesti, illetve pontosabban a budai palotájukban él. Viszont ugye ő, amikor 1920-ban édesapja halálát követően a hercegi stafétát átveszi, akkor még a család törvényei szerint nem nagykorú, ezért fiúsítják, ezt így mondják egyszerűen. És ugye ez az év, ez ugye a magyar történelem szempontjából egy fontos év, ugye a békeszerződés, amikor Magyarország harmadára zsugorodik, és mivel ugye az eszterháziaknak a mai Ausztria területén is óriási birtokaik vannak, és a mai Magyarország területén is azok voltak, sőt, ugye a mai Szlovákia területén, hogy ne soroljuk, számba vehetetlen, tehát még Bajorországban is vannak. Ez a trianoni békeszerződés, ez teljesen elvágja az eszterházi birtokrendszert. Két ország különböző törvényei élnek. Ez az a fordulópont, ami hát egyrészt megnyekkenti ugye az eszterházi birodalmat, tehát a vagyont, a gazdálkodást, a gazdasági erejét vagy hátországát ennek a családnak. Viszont arra is példa, hogy az eszterháziak ilyen helyzetekben hogy döntenek. Pál úgy dönt, hogy magyar nemes, ő magyar főnemes, ő Magyarországra jön. Nem marad Ausztriába. Jól lehet, néhány év után azért kitisztul, ugye az akkori Ausztria valahogy stabilizálódik, és kitisztulnak a törvényi lehetőségek, és a vagyonát, majdnem hiánytalanul az ausztriai vagyonát a családnak visszakapja a család. Tehát a tulajdonjogot nem változik meg. Magyarországon szerencsére szintén egy jó ideig még nem változik meg, de Pál úgy dönt, hogy ő magyar főnemes, Magyarországra költözik. Ekkor van az, és majd a végén erről lesz szó, amikor az úgynevezett eszterházi hitbizománynak egy jó részét, ez a fraknói kincstár egy jelentős részét is jelenti, Magyarországra hozza. 1923-ban a fraknói kincstárból, nem tudom, akkor egy mondatot a hitbizományról. A hitbizomány egy család életében az elidegeníthetetlen vagyontárgyak összességét jelenti. Tehát ez az, amit bárki is mondjuk a család feje, a főnöke nem adhat el, nem értékesített, nem zálogosíthat el, nem csinált vele semmit. Az a dolga, hogy örökösként tovább örökítse, érintetlenül meghagyja. Ilyen az eszterházi hitbizomány, ami részben a birtokoknak egy jó részéből áll, amit nem lehet eladni, nem lehet értékesíteni. Részben áll különböző épületekből, például a fraknói várból, és részben áll egyéb vagyontárgyakból, amiben minden lehet, tehát bútortól kezdve a fegyverig nagyon sok minden. Na most ez érinthetetlen. És ő a fraknói kincstár egy jó részét Magyarországra hozza át 1923-ban, és átadja az Iparművészeti Múzeumnak, mint magyar gyűjteménynek letétbe.
tehát áthozza. Magyarországon él, a Pesti Palotában vagy Fertődön él, és ugyan nem politizál, tehát bizonyos visszaemlékezések szerint egyszerűen gyűlölte a politizálást, magát a politikát, de hát természetesen tagja itt Magyarországon is a Felsőháznak. El sem megy egyébként legtöbbször, a neve ott van, de nem törődik vele, pláne akkor, amikor ugye kiéleződnek a magyar parlamenti harcok, és megjelenik a szélső jobb, meg az ilyen, meg a nem tudom micsoda, úgyhogy ő ettől távol tartja magát. Lényeg az, hogy magyar főnemesként magyar marad, és innen igazgatja természetesen megfelelő apparátussal az ausztriai birtokait is. Azt lehet mondani, hogy ugye ebben az időszakban, tehát 1920 és ugye 40-es évek eleje, 45, tehát ez a 20-21 néhány esztendő, ez az ő életében azt jelentette, hogy tudta stabilizálni a változó körülmények ellenére mind az ausztriai, mind a Magyarországon maradt birtokait is. A mai szlovák területen, ugye akkor Csehszlovákia lévőt, ott elvettek mindent egyébként tőlük, de hát az nem volt egy jelentős birtokrész. Stabilizálta az állományt, gondoskodott a gyűjteményről, gondoskodott a családtagokról, tehát ezt a traumát, ezt a ugye, trianoni traumát valami módon a családban átvészelte mindenki. Jól lehet, nyilván a politikai súlyuk, például Ausztriában már szinte nulla volt, ugye Magyarországon már nem politizáltak, de ott volt ez a rettenetes vagyon, amely azért családi kezelésben maradt. Eljött ugye a háborús időszak, Magyarországot is elérte 1944 végén a front. Eszterházy Pál ezen mondom, de megint a szó tiszta jelentését, a kozmopolita ember volt. Tehát nem volt elkötelezve semmilyen irányban, sőt, megtette azt, hogy miután Hitler elfoglalta, vagy ugye ez Anschluss, tehát bevonult Ausztriába 1938-ban, Eszterházy Pál az azt követő években nem volt hajlandó Ausztriába átmenni. Tehát az ottani tisztjei irányították a birtokot, de nem volt hajlandó olyan területre, hogy földre lépni, ahol Hitler van. Tehát ennyire zárta magát az ilyenfajta szörnyű ideológiáktól, és hát ennek a képviselőitől. Csak úgy megemlítem, amiről biztos mostanában sokat hallanak, Eszterházy János, ugye a grófiág, akinek a boldog elavatását kezdeményezik jelenünkben, a grófiág is elfordult. Ugye ő volt az, Eszterházy János, aki a Tiszóféle szlovák parlamentben ellene ment a zsidó törvényeknek, egyedüliként. Tehát ez csak mondom, hogy az eszterháziakra, ez már a grófiágra is jellemző ebben a korszakban egy olyan, hogy ezektől a szélsőséges, szörnyű szellemiségektől vagy ideológiáktól távol tartani magukat. Nyilván nem lehet, mint az idő majd mutatja, tehát a történelem sodrával együtt ugye mindenki érintetté válik. Lényeg az, hogy Eszterházy Pál úgy érte Pesti palotájában a II. Világháború ugye frontja, hogy ezt a fajta jólelkűségét és embertiszteletét úgy fejezte ki, hogy bújtatott embereket a palotának a pincéjében, többek közt ezt a svájci diplomatát, illetve svéd diplomatát is, aki aztán azzal foglalkozott az ő rejtek helyén, hogy zsidókat mentett meg ugye a pusztulástól. Egyébként Eszterházy Pál, hát ha jó későn is, ez a
5-6 évvel ezelőtt volt, meg is kapta az igazak díját. Emiatt, mert ugye idő kellett, hogy föl lehessen tárni pontosan a források alapján mindent, amit ő itt az emberek, a zsidók, és hát mindenfajta ugye üldözött megmentése érdekében tett. Tehát a második háborúban is ember tudott maradni, mondjuk ez a legfontosabb. És ugye ez a volt budai Eszterházi palota képe, ez közel a Mátyás templomhoz van, ma egy általános iskola áll a helyén, ha egyszer arra járnak, hiszen sajnos bombatalálatot kapott az épület, annyira megrongálódott, hogy el is pusztult. És ugye itt van egy érdekesség, aminek ugye máig ható, vagy máig érezhető hatásai vannak, hogy amikor Budapestet a szovjet hadsereg körbezárta, és hát ugye bombázták a szövetségesek is a fővárost, akkor az Iparművészeti Múzeummal megbeszélve fölhozta az Eszterházi kincseket a budai palotába, és a pincébe vitték le, hogy biztonságban legyenek. Nos, éppen itt kapott találatot ez a palota. Az Iparművészeti Múzeumnak semmi baja nem lett, de itt találatot kapott a palota, és megrongálódtak a kincsek. Utána muzeológusok szó szerint kibányázták a romok közül ezeket a gyönyörű ötvös munkákat, ahol megmaradt öltözeteket, fegyvereket, egyebeket. Tehát lényeg az, hogy elpusztult maga a palota. És hát miután a front tovább vonult, és kiszorították ugye a németeket, meg a nyilasokat is, akik el akarták egyébként vinni Eszterházit, de el tudott bújni arra rövid időre, amíg ezeknek a virágkora itt a fővárosban jellemző volt. Elmegy a háború, és jól lehet, teljesen kusza minden, tehát nem nagyon lehet tudni még, hogy mi történik, hogy történik. Nyilván ma már tudjuk, hogy ugye a szovjet érdekszférába tartozott már akkor Magyarország. Churchill, ugye az amerikai elnök, és Stalin ebben már megállapodtak Jaltán. Tehát az, ami még nem volt nyilvánvaló, az azért lassan nyilvánvalóvá vált, de akkor még talán a köztudatban úgy élhetett, hogy Magyarországból lehet egy klasszikus demokrácia, visszatérhet valahol egy normális útra. Ugye pártok alakultak, ideiglenes kormány alakult, köztársasági elnökünk is volt egy rövid ideig. Tehát úgy tűnt, hogy egy idő után talán normalizálódik a helyzet, és ugye újjáépül az ország, valami regenerálódás megindul. Úgyhogy ő itthon maradt. Megkérdezték tőle, és egy visszaemlékező mondta, hogy hát miért nem menekül el? Tehát aki már úgy érezte, hogy itt valahol a szovjet ideológia lesz uralkodó, és annak az emberei és ugye pártja lesz az, amelyik hatalomra jut. És mondta, hogy miért menne el? Nem voltam fasiszta, nem bántottam senkit. Miért kellene elmennem ebből az országból? És nem ment el. Miközben magyar arisztokrácia egy jó része, ugye pláne akkor, amikor már 46-47-ben lehetett érezni, hogy itt kőkövön nem fog maradni, elhagyták az országot, emigráltak. Eszterházi nem. Sőt, annyira komolyan vette az itthon maradást, hogy ekkor házasodott meg 1946-ban, és hát Otrubai Melindát vette feleségül. Ugye az otrubaiak azok nem kékvérűek. Tehát az egy polgári família, balerina volt, az operaház ünnepelt művésze. Nem ritka mondjuk a 20. században, hogy arisztokraták különböző ilyen táncosnő, meg színésznő, meg hasonló partnereket választanak maguknak. Hát ő is így volt ezzel, ami aztán remélem a végére kiderül, hogy egy nagyon jó választás volt a részéről. Ugye ekkor Eszterházi Pál már azért benne van a korban, tehát 1901-ben születik, és 46-ban házasodnak össze, tehát 45 éves. Tehát ugye megállapodott kor, ez nem ritka persze az arisztokratáknál. Nos,
Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Esterházy palota, ami körülbelül így néz ki akkor, a Fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva, nem tudom micsoda. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjog nincs, nem, tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Esterházy birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákosiék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó osztály ellenes propaganda jelenik meg az országban, aminek egyik első számú, vagy nem is, hát első számú célpontjai éppen a Esterházyak, mint az emblematikus arisztokráciának, vagy az arisztokráciának az emblematikus képviselője, ugye felosztott föld, Esterházy birtok, Tilosút, tehát elindul ez a fajta kommunizálás ebben az időszakban. Odáig, hogy Esterházy pánt, aki nem akar elmenni, tehát az utolsó pillanatban, mikor már mindenki kimegy és szólnak neki, hogy hagyj el az országot, mert ennek nem lesz jó vég, és nem megy el, hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el a változást. Ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Esterházyt is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Az egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó. Tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül. 8 éven keresztül ott raboskodik. Esterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Esterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, hát ez egy ritka felvétel, amikor könyörög, hogy láthassa az urát, és nem engedik meg neki. Tehát kitart ennek ellenére, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. Van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos puhulás lesz jellemző a magyar társadalomra is. Kiszabadítják Mindszentyt, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Esterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei, autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országból. Tehát ők még ki tudnak csusszanni a határon Ausztriába.
Eszterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. 8, és ugye mikor kiszabadul, 56, ugye 55 éves. Gyerekről már szó nincs. Tehát nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna, vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se merül soha. Miközben azért ez azt jelenti, hogy az Eszterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Ugye, lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba, ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból a herceg, gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriából is kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, egy közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen. Ami azért is fontos, mert ugye 56 évesen hagyta el az országot, és 60-as években már 60 fölött volt, 70 fele. Kellett gondolkodni arról, hogy mi lesz ő utána. Ez egy nagy kérdés, ez kötelesség. Egy család fejének ez ebben a közegben kötelesség. És ki jöhetett szóba, ugye, ha az első szülött fiú, ne adj Isten, nem alkalmas az utódlásra, a hercegi cím és a majorátus vezetésének az utódlására, akkor a másodszülött jön szóba. Ugye erre számos példa van a magyar történelemben is. Ha az sem, akkor a harmadszülött. Tehát van egy ilyen fajta rangsor. Ugye ha neki nem lehet gyermeke, akkor ki jöhet szóba? Ugye az öccse László, aki hát ugye egy-két év van közöttük, tehát viszont, hogy mondjam, szóval túl öreg volt már ebben a korban is. És hát neki ugyan volt egy fia, azt is Miklósnak hívták, egyetlen fia volt, és még néhány leány, de az a fiú viszont egy autóbalesetben 1958-ban valahol Belgiumban, vagy nem is tudom, Hollandiában elhunyt. Tehát ugye László öccsének, szintén fiú utód nélkül maradván, hát a vonal folytatására nem sok esélye maradhatott, mert ő nem akarta vállalni. Tehát ő ezt tisztán elmondta még, legalábbis a visszaemlékezések szerint a 70-es években Pálnak.
Ugye itt volt a harmadik fiú, aki meghalt 1944-ben a fronton, de hát neki volt egy fia, az a pici, aki ott ült az apja vállán, Antal, aki 1936-ban született, és még élt. Tehát ő lehetett volna a család törvényei, meg az örökösödési rendje alapján az örökös, aki viszi tovább. Itt őket is látjuk, tehát ugye Pál, Antal és Otrubai Melinda. Ahhoz, hogy Eszterházy Pálnak egy döntését megértsük, egy picit bele kell mennünk itt Antalnak, tehát a papírforma szerinti örökösnek az életébe. Ugye az ő édesapja, az Antal, aki elesett a második világháborúba, legalábbis a halotti nyilvántartások szerint már fegyvertelenül menekült a többiekkel, mikor az oroszok lelőtték őket. Tehát ezt lehetett tudni róla. A Kerepesi temetőben még meg is van az a faragott kő, ami a nyughelyét jelöli. Ugye neki a felesége volt Aponyi grófné, akiről szintén esett, és ugye itt volt az Antal. Ma így néz ki, vagy mit tudom én, 10 éve így nézett ki. De az ő történetük is egy érdekes. Ugye apa nélkül marad Antal, nincs testvére, tehát fiú, ő egyedüli a fiú, és nincs testvére. Aponyi grófnő pedig miután a férje elesik a fronton, és ugye jön a háború vége, emigrál. Tehát a többi arisztokratához hasonlóan ő is emigrál a gyerekkel, Antallal, aki akkor ugye mennyi 10 éves forma lehetett 46-ban. Sok mindent meg lehet érteni, azt is, hogy Aponyi grófni teljesen, tehát ott marad a gyerekkel, minden pénz, vagyon és egyéb nélkül valahol Nyugat-Európában. Kétszer is megházasodik egy év alatt, és válik el. Tehát ne irigyeljük ezt a helyzetet, meg ne is ítéljük el talán őt. Próbált valami stabil egzisztenciát teremteni, nem jött be. Próbált valamilyen üzletasszonyi pályát, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg nem igazán sikeres, nem volt sikeres ezen a pályán. Viszont az emigrált családok közül, ugye az arisztokratáknál és tehát elsőbben a grófi ágaknál, akik kikerültek és némi vagyont is magukkal bírtak vinni, gondjaikba veszik a fiút, Antalt. És beíratják, tehát iskoláztatják, rendesen egyetemet is végez Párizsban. És hát ugye ott éli a gondtalan, már idézőjelben mondom, arisztokrata fiataloknak az életét. Végül is mindenhol valamilyen rokon van, valamilyen nagybácsi, nagynéni, és nem tudom mit. Tehát hála Istennek nincs azzal gond, hogy a gyerek megkapja a megfelelő nevelést, és még előtte legyen bizonyos karrier lehetősége is. Lényeg az, hogy miután ugye Antal iskolát végez, egyetemet végez, ilyen menedzserféle diplomát szerez magának, ide jut, ilyen bankoknál dolgozik, nem kis részben a név ugye adja a tekintét, akkor tudom én, autó kirendeltségeknek a vezetője, tehát ilyen az üzleti világban mozog, de nem igazán ver gyökeret sehol, tehát meglehetősen gyakran változtatja a munkahelyét. És 1986-ban házasodik meg, miután született, nincs itt a képen, született egy
törvénytelen leánya Párizsban, amit megszédült a gyerek, és akkor valami történt, és született egy házasságon kívüli leánya, és amikor ugye ezt a Ursula Königet feleségül vett, akkor született egy fiúk, Pál Antal, aki ma is ugye 1986-ban születik, tehát még ma is egy fiatal ember. Szó esett ugye Antalnak az apjáról, ugye, aki szintén Antal, az Eszterházyát nem mindenki Pál vagy Antal, néha Miklós. Tehát tudom, hogy elég nehéz eligazodni, de van ugye az az Antal, az édesapja ennek a mai élőnek, aki katonaként elesett. Na most az Antal, az egy olyan klasszikus arisztokrata fickó volt, aki mögött ott állt a pénz, a vagyon, a birtoka, nem tudom micsoda, és éli világát. Autóversenyzés, lovas, szerencsejátékok, nem? Tehát egy ilyen habókos, nagy nőknek általában tetszik, egy ilyen nagyvonalú, nagyvilági életet élő fickó volt. Pál, tehát a regnáló herceg, nem szerette az öccsét emiatt, felelőtlennek tartotta. Olyannak, akire nem lehet komoly dolgot bízni. Aki képtelen az alázatra, hogy... Tehát nem volt jó közöttük a viszony. Na most a fiú, tehát ennek a fia, ez a mai élő hasonló mentalitású ember volt, és ezért nem szerette Pál Antal, és nem akarta, hogy ő örökölje tovább, vagy ő vigye tovább a hercegi címet. Eszterházy Antal, tehát a ma élő Antal, ugye, be is számol, van egy életrajzi könyv, be is számol erről, hogy őt utálta a herceg, tehát Pál. Évente egyszer találkoztak, volt egy protokolláris fél óra, utána ágya, vigye, menjen. Természetesen gondoskodott róla Pál, hiszen kapott apanást, mai napig egyébként kapja, tehát megélhet egy magas nívón, de féltette tőle, tehát azt az Eszterházy örökséget, amelyik megmaradt. Ugye Magyarországon már semmi nem volt, csak Ausztriában. Ugye, hogy ez az örökség, ez szétforgácsolódik, széthordják, ezt meg is fogalmazta bizonyos emlék irataiban, meg bizonyos interjúkban, korabeli interjúkban Pál. Tehát ő nem csinált ebből titkot, hogy ő egységbe akarja tartani mindazt, ami megmaradt ebből a gazdag Eszterházy örökségből, és ezek csak olyan módszere és csak olyan vezetője lehet a jövőben, aki ezt garantálja. Mert ugye azért, amikor képzeljék el, hogy kiözönlik egy csomó Eszterházy ilyen-olyan unokatestvér, meg nagybácsi, akkor megpróbálnak ám szerezni maguknak a mai napig. És az egyik érintetlen terület még ma is az Eszterházy ausztriai birtok, mint egy 40 ezer hektáros terület, és minden, ami rajta van. Ma is van-e körül zűrzavar, ekkor is volt természetesen. De hát, hogy fussunk egy picit időben. Eszterházy Pál, aki nem szereti ugye Eszterházy Antalt, és Kerek Perez megmondja neki, hogy nem fogja őt ő számára átadni ezt a fajta örökséget, tehát nem lehet ő a folyamatosan regnáló herceg. 1989-ben meghal, tehát elhúny. Most tudni kell, hogy, és ez egy történelmi fordulat, hogy Ausztriában a 60-as években hoznak egy törvényt, amivel megszüntetik ezeket a régi feudális hitbizományi jellegű birtokokat. Minden ilyen korábban hitbizománynak, tehát elidegeníthetetlennek minősített, ott is volt ilyen törvény, birtok vagy vagyon, az aktuális vagy éppen regnáló családfő személyes tulajdonába megy át.
Ez azért fontos, mert eszerint a rendelkezés fölötte már nem a családi törvények által meghatározott, tehát automatikusan mondjuk át kell adni a vér szerinti örökösnek mindent, hanem egy személyi döntést igényel. És ugye ettől fél valójában Pál, hogyha ő átadja ezt, akkor az Eszterházy Antal, aki a világban sehol nem vert gyökeret, és általában arról szólt az élete, hogy itt ilyen buli volt, ott olyan buli volt, meg ez volt, meg az volt, hogy az nem egészen érett arra, hogy egy ilyenfajta örökséget egyben tudjon tartani. Magyarul félt attól, hogy föléli, vagy egy jó részét föléli, tehát nem őt jelölte végrendeletében örökösnek, és ezt megtehette a törvények alapján. Megjelölte a feleségét örökösnek, Eszterházy Melindát, ugye, mert akkor már fölvette a családi nevet, Otrubai Melinda. Na, ne tudják meg, milyen családi fölháborodás volt, már az unokatestvéri ágaknál is, hát mintegy 100 Eszterházy él ma is egyébként Európa országaiban. Óriási fölháborodás volt, és hát a legelsőként Antal volt az, aki, ugye, akinek át kellett volna venni a dolgot. Eszterházy Melinda visszaemlékezése alapján azt mondhatjuk, és nem hiszem, hogy érdemes kételkedni, bennem az idő őt igazolta, hogy mielőtt Pál eltávozott az árnyékvilágból, azt mondta neki, hogy találj egy olyan formát a birtokok, a vagyon kezelésére, amely stabilá teszi azt, és nem engedi, hogy a családban, vagy bárki egyébként, aki hozzá akar nyúlni, ezek közül, tehát kvázi hozzon vissza egy olyan formát, mint a hitbizomány volt, ami elidegeníthetetlenné teszi ezt az Eszterházy vagyont. Mondhatjuk azt, hogy Melinda asszonynak, aki ugye a 89-ben elhunyt ura után teljes értékű örökösként mindennel rendelkezett, szerencséje volt, mert 92-ben, aztán 3-ban lépett érvénybe, Ausztriába hoztak egy olyan alapítványi törvényt, ami kvázi erre a hitbizományi formára rímelt, és Eszterházy Melindának valóban törvényi jogi lehetősége nyílott arra, hogy ezt az Eszterházy vagyont, ezt ilyenfajta alapítványokba szervezze át. 4 alapítvány jött létre, de most ez pillanatnyilag nem érdekes. Néhány év alatt, ugye lebonyolítva ezt a meglehetősen nehézkes jogi tortúrát, a teljes Eszterházy vagyon Ausztriában ezekhez az alapítványokhoz vándorolt, magyarul még Melinda asszonynak is az egyszemélyes, hát hogy mondjam, öröksége vagy örökösödése megszűnt magyarul, és ezeknek az alapítványoknak, amelyeket tehát az osztrák törvények betonoztak be, létrejöttek különböző úgynevezett menedzsmentjei vagy vezetői csoportjai, és ekkor hívta ő egy oda, mert ugye ez Kismartonban zajlott le, Kismartonban volt a központ, hívta az ő unokaöccsét, Otrubai Istvánt ennek az élére. Ma is ő van, de majd erről még lesz szó. Melinda asszony egyébként, hát mondjuk egyszerűen, képes volt fölnőni ehhez a feladathoz. Tehát azok a bírálói vagy kritikusai Pálnak és neki, akik arra beszélnek, hogy szalonképtelen házasság, és ezért morganikus, meg nem tudom mi minden, ezek visszakoztak, és egy olyan közszeretetnek örvendő hölgy vált belőle, aki arról híresült, hogy mindenütt segít. Mondok egy példát, amikor létrejött a Fertő Hanság Nemzeti Park, ugye ez az első magyar-osztrák közös fenntartású nemzeti park, ez egy óriási dolog volt, ez 90-es évek eleje volt, most írtam, nem tudom már évszámot.
ő az Esterházy birtokoknak azt a részét átadta egyhez. És arról ne is beszéljünk, hogy létrehozott itt családi tanácsot, amiben beemelte az Esterházy Antalt, más Esterházyakat, hogy azért legyenek részesei a vagyon kezelésének, döntési helyzetekbe kerüljenek, hagyd ne soroljam, csak probléma volt belőle, de egyébként képes volt. És a tartománnyal szemben is, ugye mert volt némi feszültség itt a kastélyok meg egyebek miatt, végül is egy rendkívül közszeretetnek körülbelül megbecsült hercegnéként tartották számon, és ugye létrehozta ezt az alapítványi konstrukciót, aminek az összes Esterházy tulajdon ugye a vagyonát képezte, hát hogy mi volt ez fontosabbak, Kismartoni kastély a teljes felszerelésével, meg műkincseivel és egyébbel, ugye a fraknói vár, menjen el kell oda, mert megéri, ugye Margit bányai kőfejtő, ugye a levéltárak, a szőlészet, a borászat, erdőgazdaságok, ezek mind bekerültek a, mondom, négy alapítvány jött létre, négy önálló gazdaság, és ez volt az a lépés, ami megalapozta, és ezt tényleg kellett az Otrubay Istvánnak a tudása és a menedzsment fölkészültsége, hogy egy modern tőkés gazdasággá alakult át az Esterházy birtokrendszer. Ez nem ritka egyébként Európában, tehát más nemzetek arisztokráciájában. Ma is egy tőkés gazdálkodó, nyereséges, majd lesz erről szó, szerkezetről van szó, amely a nyereségét visszafordítja az Esterházy örökség, a kulturális örökség megtartásába. Ezért van az, hogyha kimennek, akkor rendben van téve a kastély, rendben van téve a fraknói vár, és hagyd ne soroljam, folyamatosan dolgoznak ezen. Hát mi lett a mi hercegünkkel? Ugye, aki szegény hoppon maradt. Hát 2003-ban a Fertődi, ugye kastély egy része már megújult, 2003-ban kapott egy lakosztályt a Fertődi kastélyban, nem tulajdonban, mert ugye az állami tulajdon, hanem használatban. Ma is ott él Esterházy Antal. Miután elvált a Ursula Königtől, tehát az első feleségétől, és most ne vessenek rám követ, én ezt mondom, hát ez hosszú éveken át húzódott, de lényeg az, hogy elvett egy ukrán származású hölgyet, szintén szalonképtelen, morganikus, amit el lehet mondani, ugye? Egy hölgyet, aki egy boszorkány egyébként, van szerencsém ismerni személyesen, egy szörnyű figura. De tényleg az, mindegy, nem is. És hát ugye azon kívül, hogy a nevéből adódóan van egyfajta presztízse, és ugye az alapítványok biztosítanak számára megfelelő apanást. Sőt, Pesten még egy lakást is kapott, még Otrubay Melinda idején. Nagyvilág életet él, különböző ilyen olyan, mint a máltai lovagrend tiszteletbeli tagja, tehát éli ezt az életet, miközben természetesen ugye ő a vérszerinti herceg, de már mint herceg Magyarországon, a hercegi címeket el is törölték ráadásul, valójában gazdasági háttér nélkül, tehát vér szerint ő lenne az örökös, viszont az, ami a hercegi címhez valóban kell, hogy minden fölött ő rendelkezzen, az már nincs meg. Jelen pillanatban, ugye 37-ben született, 82. évét tapossa, most már fölhagyott azzal a fajta kakaskodással, hogy megpróbálja ugye az ausztriai birtokok egy részét megszerezni. Nagyon sokáig nagyon elmérgesedett viszony volt Melinda asszony, aztán ugye a későbbi Otrubay István, a menedzsment és
pláne miután ez a házasság összejött, ez valami. Képzeljenek egy olyan hölgyet, aki egy fogadás után képes összegyűjteni a maradékokat. Tehát nem túlzom el. És olyan nyers, brutális, tehát semmiféle finomság. Hát, hogy mit tud, azt nem tudjuk, de lényeg az, hogy ő van, és ez teljesen elzárta a herceg és az alapítványok közötti utat, ez végképp letette, úgyhogy ma is ott éldegélnek, ami azért olyan szempontból fontos, hogy amikor esemény van, rendezvény van, ugye azért az egy megtisztelő valami, akármilyen is a herceg, hogyha az egykori tulajdonos család egyik leszármazottja van jelen, ugye még édesapjának a versenykocsia is egyszer előkerült, tehát azért van ennek egyfajta atmoszférája, ahol egy eredeti Eszterházi van, még ha olyan is, amilyen. Nem olyan régen, 2014-ben Otrúvai Melinda is meghalt. Ugye az utolsó éveiben bár, hát ő is magas kort ért meg, már teljesen visszavonult, tehát az alapítványok menedzsmentjét már nem irányította, hanem lényegében Otrúbai István vette át ezt a fajta irányítói feladatot, de azt hangsúlyozni kell, hogy ő alkalmazott, de nem tulajdonos, alkalmazott, tehát ennek az alapítványi szerkezetnek az alkalmazottja. És eljutottunk az utóbbi években oda, hogy ott van Ausztriában egy hatalmas Eszterházi vagyon, egy élő lélegző üzleti vállalkozás, és egy nagyon széles skálájú, izgalmas kultúra és örökség, és anélkül él és mozog mindez, hogy egy Eszterházi benne lenne. Idáig jutottunk. Nagyon fontos, hogy ugye, és ez az alapítványoknak az alapító kirataiban is, tehát küldetésként megfogalmazottan jelenik meg, hogy ugye ezek az üzleti vállalkozások, ezek nem oszthatók föl, hogy ne mondjam, hanem a nyereségüket nyilván az alkalmazottak vagy a dolgozók kifizetése után vissza kell forgatni. És épp ezért az Eszterházi alapítványok, hát mondjuk így egyszerűen, hogy az Eszterházi Stiftung, tehát megpróbálja folytatni azt a hagyományt, amely az Eszterházi örökségből adódik. Tehát például a művészeti mecenatúrát. Ugye ez egy 2015-ös kiadvány, talán emlékeznek, a Szép Művészeti Múzeumban volt korábban, most, hogy a felújítás volt a Nemzetiben, mindig egy nagy kiállítás, ösztöndíjakat ad magyar képzőművészek számára az alapítvány például. Vagy ugye említettem a Nemzeti Parknak a területét, átadta még Melinda asszony idején. Vagy föltárja azokat a rejtett értékeket, amelyek még ma is a fraknói várnak a ismeretlen termeiben. Naponta kerülnek elő dolgok. Ugye említettem az országzászlót, de másokat is lehetne mondani. Tehát megpróbálja ezt az örökséget, amellett, hogy a kastélyok megtekinthetők, ilyen kulturális esemény van, olyan opera Margitbányai kőfejtőben, ugye Kismarton dísztermében koncertévadok, most 15-én nyitott a turisztikai szezon, tehát mindezt visszaforgatja és élővé teszi, és folytatja, tulajdonképpen ezt az Eszterházi örökséget korszerű módon viszi tovább. Hát ez egy pár évvel ezelőtti üzleti kimutatás, ami azt mutatja, hogy a különböző gazdálkodási ágakból, vagy bevételekből, vagy területekből milyen bevételek származnak. Nézzük meg, itt az erdő, mező és természet, 27,7 millió euró bevétele van az alapítványnak. Ugye, kultúra és marketing csak 2,2, tehát ez csak ugye, borászat van. Ugye ingatlanok, szóval bazalt bánya. Tehát ilyeneket működtet az alapítvány, és
Hát ugye, tehát ezt teszi ki nyilván a legnagyobbat, és aztán forgatja. Azt nézem, hogy nincs rajta, nem ezen nincs rajta, hogy mennyi a nyeresége, de olyan 1,5 milliárd euró a nyeresége egy évben. És a legfrissebbeket még nem ismerem, tehát az nem kevés pénz, és abból aztán ugye vissza lehet forgatni az épületekre. Ő Esterházy Antalnak a fia, az, akit mutattam, hogy 1986-ban született, ugye, tehát 31 néhány éves fiatal ember. Édesapja 82. éves, tehát végül is szép kort ér meg, de ha ő nem lesz, akkor ez a fiú lenne vér szerint a további herceg. Természetesen mindenfajta birtok vagy beleszólás, ugye az alapítvány életbe nélkül. Pál Antal Oxfordban tanult, nemzetközi jogász diplomát szerzett, ma is kint él. Volt egy rövid idő, amikor megpróbált Magyarországra jönni, elkezdett magyarul is tanulni, azt abba hagyta, ma már körülbelül így van vele. Otrubai Melinda a 90-es években őről is gondoskodott, és Édesheimnél, ez ugye Bajorországban volt, egy Esterházy birtoktest, azt adta át, hogy az ő tanulmányait és majd életét ugye szolgálja, az egy birtok, az szintén egy korszerű gazdaság egyébként. Tehát őróla is gondoskodtak, hogy ne legyen problémája a jövőben, de Pál Antalt igazából már nem érdekli ez az egész hercegi valami. Tehát ő már egy modern ember, és ez ugye azért ez egy fontos dolog, hogy az ő apja, tehát az az Antal, akit most én egy kicsit eláztattam, aki az utolsó, aki magyarul tud. Tehát ugye ő neki nem valószínű, hogy lesz szerepe a jövőben, meg egyáltalán ez az egész hercegi mentalitás, vagy nem tudom én, újra teret kaphat, de ő már végképp nem magyar. Tehát már egy csöppet sem az. Tehát szemünk előtt zajlik le egy magyar arisztokrati családnak az elmúlása, mint magyar főnemes természetesen. Ugye, tehát Pál Antal már nem. Az ő édesapja meg nem akarsz ugye már Kismartonba temetkezni, hanem ugye az ő nagyapja volt a Miklós, aki a Ciráki Margittal Fertődre temetkezett. Ő már az ő édesanyját, Aponyi grófnőt, el is, annak a hanvait el is hozatta Fertődre, és ő is ide akar temetkezni. Tehát létrejön egy alternatív Esterházy temetkezési hely Fertődön, szinte ugye azok számára, akik úgy kitoltak, vagy valamilyen módon kilógnak a hercegi familiából, mert ugye Esterházy Pált Otrubai Melinda Kismartonba temette el, az Esterházy kriptába. Ez az Antal már nem, ugye már szélmalomharcot vív. És hát ő az, aki már teljesen, tehát nem is fogunk tudni róla valószínűleg, nem is fogunk hallani semmit róla. Éli világát, nem a nevéből fog megélni. Egy korszerű 20. századi ember. De mielőtt megköszönném a figyelmüket, azért elmondok egy fontos, friss hírt, amit valószínűleg többen ismernek. 2015-ben, 2015 végén teherautók álltak meg az Iparművészeti Múzeum előtt, és az Esterházy kincstár egy részét fölpakolták és elvitték a Fertődi kastélyba. Nem tudom, valaki találkozott ezzel a hírrel annak idején. Ez egy meglehetősen nagy felháborodást kiváltó lépés volt. Az Iparművészeti Múzeum vezetője lemondott, ez valamilyen miniszteri vagy politikai utasításra történt, és azóta se lehet tudni,
hogy ennek a kincsnek, ami javarészt öltözetekből, ötvös tárgyakból, egyebekből áll, mi a sorsa. Annyit lehet sejteni, hogy fertődő őrzik 7 lakat alatt, de mivel a kastély felújítása, ugye az eredeti elképzés az volt, hogy oda kerüljenek majd ezek kiállításra, megállt, ezért évek óta nem tudjuk, hogy mi van ezzel a kincsel, miközben az Esterházy kastélynak, a Fertődinek először ugye létrejött egy ilyen olyan tudományos, kulturális, nem tudom mi, központ, ma már egy KFT a tulajdonosa. Nem akarom, hogy rosszra gondoljanak, félre ne értsék, nem azért mondom. De a bizonytalanságot szeretném inkább hangsúlyozni. Az a kincstári anyag, amit, ahogy említettem, 1923-ban Pál letétként adott át az Iparművészeti Múzeumnak, tulajdonjogilag az Esterházy Stiftungnak. Tehát a tulajdonjoga ott van, hiszen az az összes ausztriai, tehát a hídbizományi vagyonnak az örököse. Innen indult el a per, amiről lehet, hogy hallottak, mert most volt egy fontos állomása. Az ausztriai Esterházy Stiftung beperelte a magyar államot a tulajdonjog tisztázás érdekében. Nem akarja elvinni innen ezt a műtárgyállományt, hiszen még Esterházy Pálnak is az volt a végrendelet, hogy Magyarországon maradjon. Ugye? De hogy a tulajdonosnak bármilyen mozgásról tudni kell, ez talán természetes. No, évek óta húzódott ez a per, tolták, vonták, húzták, részese voltam néhány tárgyalásnak, minősíteni se szeretném. Lényeg az, hogy 2 hete hoztak egy olyan ítéletet megint, ami lenullázza az eljárást, és az egészet újra kezdeti. Hoznak egy törvényt, 3 nappal az ítélethozatal előtt, állami törvényt, és nem tudom mi, ami ezt az egész restitúciós, nem tudom erről mennyire tudnak, megváltoztatja, és erre való hivatkozásra a bíró visszautalja az egészet. Tehát ma ott tartunk, hogy van egy Esterházy Stiftung, amely óvja, védi az Ausztriában maradt Esterházy és természetesen javarészt magyar örökséget. Ugye Magyarországon 0 együttműködés velük, sőt egy ilyenfajta szörnyű, ostoba pereskedés is elindul, és csak mérgezi ezt a fajta viszonyt. És figyeljük, hogy ha ez nem... Tehát ők elszántak, ezt tudom. Otrubai István, akiről ugye szó volt vezetője, egy kegyetlen figura a maga módján, addig verte például ezt az egész visszaszolgáltatási ügyet, amíg a Oroszországból Esterházy könyveket nem sikerült visszaszerezni, amit még az oroszok vittek el a megszállás ideje alatt. Tehát nem egy gyenge kezű, hanem megy. Ez a dolga, Esterházy örökséget tartani, összeszedni, visszahozni. Még Magyarországról is kértek, de hát ez még a Melinda asszony idejében volt, a Keszthelyi kastélyban volt az Esterházy könyvtárnak egy olyan 300-as tétele, és 2003-ban vissza is adta a magyar állam egyébként ezt a 300. Nem hallottatok róla? Keszthelyre került a háború után. Tehát ők komolyan veszik ezt a fajta dolgot, tehát nem fognak belenyugodni ebbe a, sajnos azt kell mondjam, hogy valószínűleg politika által irányított pereskedésbe. De a lényeg az, akárhogy is van, hogy érdemes elmenni Ausztriába ezekre a helyszínekre, mert csoda dolgokat lehet látni,
és ahogy mondtam, az eszteráziaknak nem csak egy személyes történelmük van, hanem szinte minden mozdulatuk összefügg a magyar történelemmel, úgyhogy aki elmegy Kismartonba, Fraknóra, vagy nem tudom én, ott a környéken több ilyen fajta, akkor az igazából a magyar történelemmel találkozik, és egyre gazdagabb módon, egyre inkább bemutatva ezeket. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.